Az előtöltő fegyverek szakszerű töltés esetén nagyon megbízhatóan működnek. Mégis néha megtörténhet az, hogy egy töltet elcsetten, vagyis a csappantyú eldurran, ugyanakkor a fekete lőpor töltete a fegyvernek nem gyullad be. Ilyenkor a helyes eljárás az, hogyha a fegyver csövét még legalább egy percig ugyanabban az irányban tartjuk, amerre a lövést leadtuk. Ez biztosítja, hogy ha esetleg késleltetett egy gyújtás történne, akkor a fegyver nem okoz balesetet. Tehát most várjunk. Ha az egy perc letelt, tovább léphetünk. Az első lehetőség, hogy megpróbáljuk még egyszer elsütni a fegyvert, vagyis felteszünk egy új csappantyút, hát ha az előző már megtisztította a gyújtcsatornát, és ez el tudja sütni a töltetet. Próbáljuk meg ezt. Ha a töltet ismételten nem sül el, megint csak várjuk ki az egy perc türelmi időt, és csak utána kezdjük meg a töltet eltávolítását, vagy pedig esetleg a lőkup alatti rész felporzását. A töltött fegyver a lőteret és a lőállást nem hagyhatja el, ezért ott a lőállásban kell nekünk hatástalanítani tudni a töltetet. Ez a következőképpen történik. Ellenőriztük, hogy a lőkupon nincsen csappantyú és a kakas félállásban van. Utána kezdhetjük meg a töltet elárasztását. Kitekerjük a lőkupot, és a gyújtcsatornán keresztül egy fecskendő segítségével annyi vizet juttatunk be a csőfarba, amennyit a lőpor töltet felvesz. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor várjunk egy-két percet, várjuk meg, míg átáztatja a lőpor töltetet a víz, és csak utána kezdjük meg a torkolat felől kihúzni a lövedéket. A lövedék kihúzásának legfontosabb eszköze a golyósróf. Ez mindig ugyanolyan űrméretű, mint amilyen a csövünk, hiszen részteste biztosítja azt, hogy az acél csavar nem fogja megsérteni a húzagolást. Kisebb űrméretűvel ne próbálkozzunk. Tekerjük le a töltővessző végéről a tisztítóvessző véget, és tekerjük rá a golyósrófot. Még mindig a lőállásban maradva eresszük a golyósróffal ellátott töltővesszőt a torkolatba, majd lendületes mozdulattal üssük bele a csavarnak a hegyét a lövedékbe. És kezdjük el tekerni, mint egy fúrót. Ilyenkor a csavar belemélyed a lövedékbe, és lehetővé teszi, hogy azt előrefelé kihúzzuk. Amint ezzel megvagyunk, kezdjük meg a kihúzást. Minél koszosabb fegyverünk csöve, sajnos ez annál nehezebb feladat lesz. De nem lehetetlen. A kifúrt lövedéket értelemszerűen még egyszer már nem használhatjuk. A lövedék ilyetén történő eltávolítása után természetesen a fegyverünket ki kell tisztítani, a csőfart meg kell utána szárítani, és az egészet pedig le kell olajozni. Amennyiben a lőtérről nem szeretnénk hazamenni, szeretnénk még tovább lőni, van még egy lehetőségünk, hogy biztonságosan eltávolítsuk a döglött töltetet. Ha lőpor nélkül töltöttük, vagy esetleg olajos a csőfar, akkor bizony az elcsettenés megtörténik. Kivárjuk a biztonsági egy percet, a kakast félállásba helyezzük, a fegyver ott marad a lőállásban, a cső az még mindig biztonságos irányba mutat, és kitekerjük a fegyvernek a lőkupját, és a gyújtcsatornán keresztül néhány grén fekete lőport juttatunk be a lőporkamrába a lövedék mögé. Ügyeljünk arra, hogy a lőport igyekezzünk a gyújtcsatornán keresztül egészen a csőfarba bejuttatni, és a lőkup mögött ne nagyon sok maradjon. A lőkupot pedig szorosan tekerjük vissza. És ha ügyesen jártunk el, le tudjuk adni a lövést. Nézzük! És a golyó távozott. A töltet elcsettenésének számos indoka lehet. A leggyakoribb eset, amikor az olaj tisztítás után összegyűlik a csőfarban, és az első töltésünket megnedvesíti. Ilyenkor plusz egy csappantyú, vagy esetleg a lőkup alá töltött kis mennyiségű lőpor meg tudja oldani a problémát. Ha nem töltöttünk lőport,
akkor is ugye két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy a lőkup alá töltünk egy kis lőport, és remélhetőleg ez kiviszi majd a lövedéket, természetesen csak lőtéri körülmények között. A másik pedig az, hogyha ott a lőállásban elárasztás után kihúzzuk a lövedéket. A kihúzása adhat indokot az is, amikor a lövedék valahol félúton akad meg a csőben. A lövedék és a lőport töltet között légrés nem maradhat, hiszen olyan gáznyomás alakulhat ki, amely jó esetben csak dudorossá teszi a csövünket, rossz esetben viszont fel is robbanthatja. Az elakadó lövedéket kilőni szigorúan tilos. Ilyenkor a töltetet el kell árasztani, és a lövedéket előre kihúzni. Óva intek mindenkit attól, hogy megpróbálja lekloffolni ezt a lövedéket, általában semmi más nem ér el, mint azt, hogy ugyanazon a ponton az ólom belezömül a csőbe, megragad, és onnantól már csak fegyvermester tudja majd kiszedni. Az előtöltő fegyverek bár szabadon megvásárolhatóak, kezelésük szaktudást igényel. Ha többre kíváncsi, látogasson el honlapunkra www.kapszli.hu, vagy jöjjön el üzletünkbe a harmadik kerületbe. Ne feledje, www.kapszli.hu, az előtöltő fegyveres lövészet és vadászat, valamint a lőszertöltés hazai szakértője.